2018. január 1-től a 35. életévüket még be nem töltött fiatalok első olyan sikeres nyelvvizsgáját, amit 2018. január 1. napját követően tettek le, az állam állja abban az esetben is, ha már korábbról rendelkezik a fiatal egy vagy több másik nyelvből szerzett sikeres nyelvvizsgával, vagy ugyanabból a nyelvből szerzett alacsonyabb szintű nyelvvizsgával. A támogatást azonban csak az első sikeres komplex középfokú, felsőfokú, általános vagy szaknyelvi nyelvvizsga, vagy első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgadíjára lehet igénybe venni. A visszaigénylésre jogosultak azok, akik a 35. életévüket még nem töltötték be, vagy akik 35 évnél idősebbek, de gyermekes szülőként CSED-ben, GYED-ben vagy GYES-ben részesülnek, illetve azok a nagyszülők, akik az unokával otthon vannak és nagyszülői GYED-ben részesülnek. A 2023. december 31-ét követően befizetett díj esetén akár 66.700 forint támogatás igényelhető a nyelvvizsga díjához. Az összeget a Magyar Államkincstártól lehet visszaigényelni a nyelvvizsga bizonyítvány kiállításának napjától számított egy éven belül. A támogatást eddig már több mint 170.000 nyelvvizsgázó igényelte, csaknem 6 milliárd forint értékben.